Ilyen párnák, virágok, ajándék ajándéktárgyak és a megszokottnál nagyobb nyüzsgés és törődés jellemzi a mai napot, ugyanis február 14-e Bálint és Valentin napja, a szeretet és szerelem ünnepe világszerte. Ezen a napon a legtöbb ember igyekszik valamilyen romantikus idézet, vers vagy akár SMS kíséretében meglepni szerelmét, szeretteit vagy más szívéhez közel álló személyt. A bíborka virágüzletben már napokkal ezelőtt kikerültek a napi dekorációk, megjelentek a kínálatban a vörös rózsák, virágládák, lufik és bögrék is. Urbán Gabriella elmondta, hogy idén egy újdonsággal is készül, ugyanis ilyen szappan rózsákkal bővítette a készletét. Van, aki egy rózsát visz, a vörös, de ugyanúgy elvisznek színeset, mondjuk az inkább már idősebbek de van, aki cserepeset választ, van, aki csak egy kis ajándéktárgyat választ. A kiskamasztól kezdve a Legalábbis tavaly még volt egy bácsika, aki 80-an túl volt, úgyhogy nagyon remélem, hogy él és virul is az idén is megjelenik. Ő cserepeset a mamának, úgyhogy minden korosztály. A csokrokat szintén inkább az idősebbek szokták rendelni, választani teljesen szertágázó bármi, ami, és nem kötődik a vöröshöz vagy a piroshoz. Hozzátette, hogy a színes tavaszi virágok is nagyon közkedveltek, és gyakran ezekből rendelnek csokrokat. Valentin nap alkalmából sok pár egyedi kreatív kézzel készített ajándékokkal örvendezteti meg kedvesét. Tóth Tamásné kifejtette, hogy tapasztalata szerint egyre népszerűbb saját készítésű meglepetéssel kedveskedni ezen a napon. Leginkább ilyen párkar kötőket készítenek, ahol hol a lány nevét és a fiú nevét gyöngyből felfűzik, vagy nyakláncokat, ezek a lehető legegyszerűbbek, ezek nagyon könnyen elkészíthetőek, ezek a tinikre jellemzők, az idősebbek, akik már több munkát beletesznek, ők dobozokat készítenek, apróságokat, amiben mindenképpen tudunk nekik segíteni. A divatossá vált naphoz kapcsolódóan egyre több helyen rendeznek Valentin napi programokat. Az azúró étteremben például a szerelmesek napjára külön meglepetésmenüvel, koktélokkal és borokkal várják a vendégeket. Csányi Csaba elmondta, hogy egész héten készülöttek és dekorálták az éttermet, hogy a látogatókat és a szerelmeseket meghitt romantikus hangulat fogadja. Rendelkezésre állunk a vendégeknek a standard étlappal, viszont a mi kis titkunk, hogy készülünk étel és ital különlegességekkel kifejezetten ebből az alkalomból. A Valentin nap célja azonban nem elsősorban az ajándékozás és a hatalmas felhajtás, hanem a párunkkal töltött minőségi idő és a szeretet és szerelem gesztusának kifejezése.